Cseh katonák sérültek meg Afganisztánban, amikor öngyilkos merénylő felrobbantott a gépkocsiját egy NATO konvoj mellett. Az öt katona egyike súlyosan megsebesült, de már túl van az életveszélyen. A detonáció két civilt megölt és legkevesebb három másikat megsebesített. A támadás a Kabultól 40 kilométerre fekvő Bagram támaszpont közelében történt, a merényletért a tálibok vállalták a felelősséget. Ugyanitt egy augusztus elejé hasonló robbantás három cseh katona életét követelte.